Hölgyeim és uraim, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket. A könyvfesztivál egyik hagyománya, hogy az utolsó napon, a vasárnapi napon kerül sor a könyvszakmai elismerések átadására. Megkérném Zentai Péter Lászlót, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének igazgatóját, a fesztivál igazgatóját, hogy az idén 13. alkalommal felajánlott díjakat, illetve megszavazott díjakat legyen kedves átadni, illetve felkonferálni. Kedves hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kedves reményvei kitüntetettek! Mindenekelőtt a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése nevében nagyon szépen szeretném megköszönni a második kerület önkormányzatának polgármesterének ezt a gesztust, amelyet most már fél évtizede, és azért emlékezzünk meg, mi azért a 12. kerület polgármesterével indítottuk el a budai nagydíj folyamatát, mert a könyvfesztivál életének nagyobbik részét abban a kerületben tartottuk, ahol Pokorni Zoltán volt a polgármester, és ő alapította ezt a díjat, és köszönjük a jogfolytalanságot. Szatmari Péter említette, a mi egyesülésünknek szakmai díja az 13 esztendőre tekint vissza. Az egyesülés elnöksége 13 esztendővel ezelőtt úgy gondolta, hogy ennek a cégnek, amelyik több mint 200 esztendős, ennek a szakmának, amelyik több mint 200 éves, szüksége van arra, hogy az önbecsülését, a szakmai hitelét, a minőségét, a szolidaritását megerősítse, és alapítottunk két díjat 13 évvel ezelőtt, az év kiadója díjat és az év kereskedője díjat. Az év kereskedője díjat 4 esztendővel ezelőtt annyiban alakítottuk át, és ez most már a negyedik alkalom, amikor meghirdetésre került, hogy az év vidéki és az év fővárosi könyvesboltjára is lehet szavazni. Ez egy olyan szakmai díj, amelyet a szakmai közösség tagjai, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagjai zárt borítékban, titkos szavazással adják le a voksaikat. Ezt közjegyző előtt mondjuk ki. Az a díjat, amelyet itt majd átvehetnek a kitüntetettek, ezt a szakmai kollégák szavazták meg számukra a megelőző esztendő teljesítménye alapján. Nem teljesen szubjektív díjról van szó, az Egyesülés Elnöksége igyekezett komolyan venni a kiválasztás szempontjait, minden esztendőben minden voksolónak elküldjük. Ennek a figyelembevételével az elmúlt évi teljesítménye alapján a közjegyző állapítja meg, mi minden esztendőben az itt megszavazott első 3 helyezettnek adunk át elismerést. Hadd kezdjük tehát az év kiadója a díjjal, amelyik az elmúlt 13 évben azért komoly szakmai prestízsre tett szert. Ebben az esztendőben a legjobb 3 közé a 3. helyezettként a Corvina Kiadó korlátozott felelősségű társaság nyerte el. Talán azért is, mert az előbb ilyen jó könyvet adott ki, amely budai díjra érdemesítettek. Üdvözlök! Idei megmérettetés második helyezettje a Kossuth Kiadó ZRT lett. Olvasták a programfüzetben, hogy általában ezt a ceremóniát az Egyesülés elnöke szokta tartani, hát ez az ok, amiért nem ő most. Végezetül az év kiadója kategóriában elmúlt évi teljesítménye alapján, a kollégák szavazatai alapján első helyezett lett a Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi Kamara. Mindenkinek nagyon köszönöm. A díjat, amit Morcsány Géza kezébe vett, Karsai Zsófia művész készítette. Mint említettem az előbb, a majd egy évtizedig élő év
kereskedője dílhelyett, mindezt rendővel ezelőtt mi egy olyan szavazást képzeltünk el, hogy a Magyar Könyvkiadók és Könyvtermesztők Egyesülése tagjai Magyarország minden könyvesboltját megmérethetik, szavazhatnak rá, így a legkisebb könyvesbolton a nagykönyváróházig versenybe kerülnek. Az egyesülés tagjai ebben az esztendőben az év vidéki könyvesboltja kategóriájában a legjobb három közé szavazták harmadik helyezettel a Miskolci Géniusz könyváróházat. Ebben a kategóriában, tehát az év vidéki könyvesboltja megmérettetésben második helyezett lett a Líra Fókusz könyváróháza Szegedről. És 2013-ban az év vidéki könyvesboltja, úgy értem persze, hogy az elmúlt évi teljesítmény alapján a debreceni Líra könyvesbolt lett. A Libri. A Libri könyvesbolt lett. Köszönöm a kollégáimnak, és ezt a munkát is a Libri minden dolgozóján. Nagyon köszönöm a segítségüket. Remélem kevesebb vagy ekkora nagy bakit nem követek el a következő. A mi általunk kiadott utolsó kategóriában az év fővárosi könyvben volt a kategóriában. A harmadik helyezett lett, tehát a legjobb három könyvesbolt között tartották számon, a Líra Fókusz könyváruház. Két kérek, vagy még hat kérek. Második helyzet lett a párizsi nagyáruházban található Alexandra könyváruház. Miután nincs messze az egyesüléstől, majd személyesen viszem át. Az első helyezett ebben az esztendőben, és itt azért igazából megbocsátható az én potlásom, az Állibara található Libri könyve. Köszönöm szépen, hogy a tavalyi év után ismét sikerült elnyernünk ezt a díjat, és minden kedves Libris kollégának, közvetlenül az itt dolgozó boltban dolgozó kollégáimnak, illetve a központban dolgozó kollégáimnak. Köszönöm szépen!